Kedves minnyájan, tisztelt közönségünk, akkor azt hiszem elkezdhetjük a mai előadást. Engem Nagy Balázsnak hívnak, és örömmel köszöntök egyrészt elsősorban az előadót és mindenkit, aki bekapcsolódik a mai előadásba, a tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései című program, kutatási program által szervezett előadássorozat mai alkalmába. Ezeket az előadásokat most már jó néhány fél éve minden a tanév, minden hónapjában a hónap első csütörtökének délután tartjuk, és Birtalan Ágnes tanárnő előadása ennek a tanévnek az utolsó alkalma. De mindenkinek már most javaslom, hogy figyeljék a különböző csatornákat, mert szeptemberben minden bizonnyal újra kezdjük ezt a sorozatot, még csomó jó ötletünk van további előadásokra vonatkozóan. Nagyon örülök, hogy Birtán Ágnes elfogadta a meghívást, és legfőbb ideje, hogy ebben a sorozatban az ő neve is fölkerüljön az előadók közé. Az előadásának címét látják, azt nem kell elmondanom. Birtalan Ágnest bemutatni is ebben a körben föltehetően nem szükséges igazából. A jelenlegi Magyarország és nem csak magyarországi mongolisztikára és belső ázsiai tanulmányokra vonatkozó kutatások, illetve stúdiumok vezető alakjáról van szó, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanáráról, akinek a szűkebb kutatási területe a mongol népek nyelvei, folklórja, vallásai, ehhez kapcsolódó szokások, ehhez kapcsolódó kutatási területek kapcsolódnak. Ő a International Association for Mongol Studies, tehát a Mongol Tanulmányok Nemzetközi Szövetségének az elnöke. Örülök, hogy itt van, kíváncsian várjuk az előadását. Az előadást rögzíteni fogjuk, és amennyiben az előadó is elfogadja ezt, akkor a YouTube-on, a program YouTube csatornáján a későbbiekben is megtekinthető lesz, és az előadások után általában kérdések, hozzászólások vannak. Reméljük, ez most is így lesz, tehát az előadás után ilyen módon folytatódhat a beszélgetés. Kedves Ágnes, a szó a tied. Köszönöm szépen, hallható vagyok? Igen, Megfelelően, mert egy kicsit távol ülök a hallható és géptől. látható. Jó, rendben, köszönöm szépen a bemutatást. Csak annyit tennék hozzá, hogy általában így mondjuk sámánizmus kutatóként ismernek, legalábbis többféle körben, de az valóban csak egy része a kutatásaimnak, és hát a filológus vagyok, tehát az én kutatásom, tematikám középpontjában a szöveg áll, és ehhez kötődően nagyon szépen köszönöm a felkérést, meg azt is, hogy a nemzetközi konferencián is részt vehettem novemberben, ahol nagyon sok jó ötletet kaptam, nem csak a saját témámhoz, hanem mások témáiból is. És azért hadd tegyem hozzá, hogy végül is végzett történész vagyok, mert történelem szakra is jártam, és nagyon jó mestereim voltak, akiktől az alapos forrásismeretet, forráskutatást el tudtam, vagyis hát elsajátíthattam. Ezt egyébként a filológiában is jól hasznosíthatom. De történeti témával, illetve történeti munkákkal, történész szempontból nem foglalkozom az utóbbi, nem tudom, legalább 2 évtizedben, az biztos. És akkor térjünk rá az előadásomra. 32 diám van, és körülbelül olyan 40-45 percre kalibráltam a mai témát.
Az alcímem egy kicsit hosszú, remélem, hogy az előadás során kiderül, hogy tulajdonképpen a forrásokból hogy is lehet következtetni erre a témára, amit itt megjelöltem. És akkor melyek a főbb kérdéskörök, illetve melyek azok a fő pontok, amelyekről beszélni fogok. Először is egy nemzetközi projektről, hogy kerülök én be ebbe a témába, illetve hogy kerülök vissza így a tatárjárás tematikájába. Bemutatom röviden a forrásaimat. Szólok egy pár szót arról, hogy mongolok vagy tatárok. Tudom, hogy számos kollégám előttem ezt már érintette. Hát, ha tudok én még hozzáadni valamit, de megoldást én sem tudok nyújtani. A magyar hagyományban és magyar kontextusban az ellenségképet mutatom be a tatárok kapcsán. Ismertetem röviden azokat a tudományos felvetéseket, amik a témámhoz kapcsolódnak, és talán tudok ajánlani egy új megközelítést is a források vizsgálatához. Majd pedig néhány példával zárom az írásos és szóbeli források elemzését. Néhány megjegyzés a projektről. Hát, mint mongolista, nekem mindig is hiány érzetem volt abból a szempontból, hogy a mi forrásainkat kevésbé ismerik az egyébként kiváló hátterű és képzettségű mongolistáink Ázsiában. És ezért jött az ötlet, hogy magyarországi mondákat, illetve kortárs latin nyelvű forrásokat elsősorban, amiről ma szó is lesz, Rogerius mester Carmen Miserabile című művét, mongol és kínai nyelvre fordítsuk, tehát teljes egészében, nem csak részleteiben, és annotált fordítást adjunk ki. Aki ennek a hátterére kíváncsi, szívesen beszélek majd erről a későbbiekben, vagy a kérdések során. Aki a projektet vezeti, az Sarina, egy Kínában élő mongol nemzetiségű kutató, aki egyébként a vendégkutatónk volt 2 évvel ezelőtt a tanszéken, és ő elsősorban a folklór elemeket, illetve folklór motívumokat vizsgálja a mondakincsben, és a Carmen Miserabile-nek a fordítása, mint egy szükséges velejárója, de azt hiszem, hogy egy nagyon fontos velejárója volt, és kapott szerintem a projekt folyamán egy kiemelt jelentőséget. Az egyik fontos eredmény, hogy ezt a szövegkorpuszt megismertetjük, és hozzáférhetővé tesszük a mongol és kínai kollégáknak, amely hát számos új kutatás kiindulása lehet, illetve a korszakról kialakult képet nagyon sokban fogja árnyalni. Tehát ennek a projektnek vagyok én nem vezetője, hanem csak résztvevője. Én válogatom a szövegeket, segítek az annotálásban, és az egész korpusznak a kiadásra való előkészítésében. Hát forrás rengeteg van, természetesen Rogerius mester egyik, vagy talán a legújabb és nagyon alapos fordítását, illetve eredeti szövegét mutatom be, amelyet a jelenlevő kollégák és hallgatók jól ismernek. Mondákból nagyon sokféle kiadás van, én ide tényleg csak néhányat válogattam be, abból a hosszú sorból, amely a 19. század második felében indult, tulajdonképpen részben az etnográfia lapjain, és felöleli, mint ahogy az én néhány példám is itt mutatja, a történeti Magyarországnak a teljes területét. Én de erdélyi, illetve vajdasági példákat válogattam be, valamint hát még későbbiekben lesz más kiadványra is hivatkozásom, valamint hát Magyar Zoltánnak a magyar történeti mondák katalógusát, amely 12 kötet, és talán folytatódik is, és meg is mutatom ennek a fantasztikus kincsestárnak 2 kötetét, és ebben találhatóak nem csak a motívumok, hanem nagyon sok új gyűjtés, illetve elemzés is, valamint a műfajhoz kapcsolódóan számos olyan megjegyzés, amely
a nagy elődök nyomán, tehát 19. század óta, ahogy említettem, jár, de sok új felvetést is tartalmaz. A források történeti hátteréről. Itt jön az első olyan probléma, amelyben, ha valaki foglalkozott az úgynevezett tatárjárás, most ezt használom, mert ez a magyar szóhasználat, amikor a szakmai részről beszélek, akkor a mongol kifejezést fogom használni. Tehát a tatárjárás mondaköre azért problematikus, mert itt látható, hogy a történeti háttér bemutatásához egészen a 18. századig fel tudunk futni, hiszen ismétlődő tatár megjelenés volt gyakorlatilag a 15. századtól, de a 16-18. Századra koncentrálódóan. Ismeretek a mongolokról már a Batukán vezette mongol hódítás előtt is voltak, ugye Julianus barát beszámolóit talán nem kell bemutassam és részletezzem, nagyon értékes és újra elemezhető adatokat tartalmaz. A magáról az eseményről, tehát amit mi tatárjárásnak nevezünk, vagy mongol hódításnak, attól függ, hogy az ember természetesen éppen milyen közönségnek ír erről tanulmányt. Az 1241-42-es időszak levelei, krónikái, krónika részletei, magyar és külföldi adatai állnak rendelkezésünkre. Volt ugye egy második tatárjárás is, ami még erőteljesebben kapcsolódik a mongolokhoz, de a következő idők tatárjárásnak nevezett gyakorlatilag hadjáratai, azok már elszakadnak a mongolságtól. És akkor itt jön a kérdés, hogy vajon melyik tatárjárásról szólnak is ezek a mondák. Most ehhez tematikailag szeretném a véleményemet hozzátenni a mongol és a magyar anyag ismeretében, ami természetesen gondolom vitatható, és miért ne lehetne az, mert végül is a tudományt azért ez viszi előre, a kritikai bírálat, illetve az olyan vita, ami hát gazdagítja a tudományt. Tehát ehhez kapcsolódóan van néhány meglátásom, elméletem, ennek a helyességét majd folkloristák, történészek igazolhatják, vagy cáfolhatják. És akkor az alapforrásunk, amely a Túróci krónikához kapcsolódik, ez a már említett Rogerius mester által írt Carmen Miserabile. Mellé raktam a mongol fordítását, ez az én javaslatom, de azóta már van egy új javaslatom, inkább talán Gasodin Tólal, talán az pontosabb lesz. Tehát ez még folyamatban van. Addig, amíg ki nem adjuk, addig még lehet változtatgatni. Tehát a mű maga sokak számára ismert, a kollégák léptennyomon használják. Hát egy nagyon összetett műfajú munka végül is. Nekem itt most, ami ebből a legfontosabb, az a szemtanúnak a közlése, a szemtanú meglátásai. Az európai hagyományban, és erre most részletesen nem tudok kitérni, de erről már más előadásokban elhangzottak adatok, és gondolom, hogy még lesz visszatérően róla szó. Matthäus Parisiensis, Matthew Paris az, aki az egyik legalaposabb, és hát adataiban pontos, és adataiban más szempontból viszont hiperbolikusan túlzó adatokat ír le, és emiatt érdekes, hogy hogyan befolyásolta ő az európai közvéleményt. Illetve ezt már elvégezték más kutatók, ütköztetni a szemtanú, tehát Rogerius mester meglátásaival és tapasztalataival. És akkor a másik, tulajdonképpen a fő műfaj, amivel foglalkozunk, ez a népmonda. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mit is jelent, hogy lehet meghatározni. Én itt
Landgraf Ildikónak a számos lehetőség közül, amit bemutathattam volna a szakirodalomban, a 98-ban megjelent művét idézem, részben azért, mert nagyon jól összefoglalja a korábbi bibliográfiát, és tipikus szövegeket hoz. Most tehát népmonda. Mindenki műfaja, szokták ezt mondani. Miből táplálkozik? Elsősorban a szájhagyományozás láncolatának egyfajta terméke. Bizonyos elemei változnak, bizonyos elemei állandóak. Az írott források hatását szeretném kiemelni, és ezt próbálom majd bemutatni a Carmen Miserabile, illetve a népmondák szövegének, bocsánat, motivumainak, mert most csak arra lesz idő, tehát részletes szövegelemzést most nem tudok bemutatni. A írott forrás hatása. A fantázia egy fontos elem, ami kiegészíti, átszínezi, vagy akár időben távol, akár teljesen át is dolgozhatja az eredeti szüzsét, és hát nagyon fontos, ezt számos folklórkutató kiemelte már, és én is erre jöttem rá a saját anyagom kapcsán. Az iskolai oktatás, azaz bizonyos adatok, ami az iskolában elhangzik, az beépülhet egy-egy képzettebb mondamesélő hagyományába. A mondákat legitimálják, hihetővé teszik, mégpedig azzal, hogy ősöket, történeti személyeket, a közösségben tiszteletnek örvendő, élő vagy valaha élt személyeket említenek, vagy rokonokat és ismerősöket. Erről nagyszámú elemzés készült, és nagyon sok a kiadás a magyar anyagban. És most az én megközelítésem. Ami engem érdekelt, hogy a korabeli forrásokban, illetve a népmondákban a mongolokról kialakított kép, és hogy ez a kép hogyan illeszthető be a mai legfontosabb kérdésem a mongol háborús propaganda eszközei közé. Hát ezt nagyon szintén bőséges szakirodalommal adatolták már. Amit én most vizsgálok, a sztereotíp megjelenítés és a valóság viszonya, illetve az írott források és a szájhagyománynak a kapcsolata, valamint megpróbálok arra is kitérni, hogy a népmondák adataiban melyek azok a pontok, melyek azok az információk, amelyeknek történeti értéke esetleg figyelembe veendő. Az esettanulmányom pedig az ellenség morfológiája, tehát milyen az ellenségkép, hogy néz ki ezekben a forrásokban, illetve a megfélemlítés taktikája lesz. Valamint felvetem ezt a már többször visszatérő kérdést, hogy datálhatók-e bizonyos motívumok a néphagyományból egészen a 13. századtól. Nos, hát mongol vagy tatár, hát erről nagyon sok szó esett az elmúlt 2,5 vagy most már, igen, 2,5 esztendő, ugye azóta tart a projekt nagyjából, vagy 3. esztendejében van. Nagyon sok szó esett, hogy mongol vagy tatár elnevezés, és hogy ez tulajdonképpen mi, egy etnonima, egy törzsszövetség neve, vagy egy birodalom, mikor fordul elő először, hogyan értelmezi a keresztény nyugat, hogy kerül be a nyugati hagyományba a mongol helyett, és néhány érdekesebbnek tűnő elméletet is ismertetnék. A nagyon nagy számú kutatás, melynek éppen az utóbbi években is készültek összegzései közül, azért Rachewitz beszámolóját vagy elemzését választottam, mert a kínai adatokat nagyon alaposan végigveszi, illetve egy olyan, most azt nem mondanám el, nem lövöm le a poént, hát ha kedvet csinálok az ő művéhez, egy olyan érdekes és szellemes megoldást ajánl, ami végül is filológiai, de persze bizonyos szempontból vitatható. Tehát nézzük, az én álláspontomat ismertetem, ami természetesen nem azonos a kutatók vagy az ezzel foglalkozó szakemberek álláspontjával minden ponton. Hát eredetileg az én véleményem szerint, ami persze hát másokat is követ, nem etnonima a mongol,
hanem egy nagyobb konglomerátum, egy törzsszövetség elnevezése, ami végül is birodalmi név lesz, ugye Jeke Mongol Ulusz. Az első előfordulások a Tang dinasztia idejére tehető, erről részletesen beszámol Rahevilc is, felsorolva az ehhez kapcsolódó forrásokat, és többnyire Mengwu, Mengku formában van adatolva. De előfordul a tatár is, aminek tá vagy tá ugye vagy más formában a korai kínai lejegyzése. Most tehát 1206-tól datáljuk a nagy mongol birodalmat, ekkor kerül hatalomra a Borjigid, tehát Genghis törzse, és a birodalomnak lesz az elnevezése az, hogy Jeke Mongol Ulusz, azaz nagy mongol ország, nagy mongol birodalom. És innentől kezdve, a véleményem szerint, kezd etnonimává válni. Tehát egy általános elnevezés, amelyben nagyon sok olyan dolog, hogyha diakron és szinkron is megnézzük az adatokat, olyan sok adat tartozik bele, amely ennek az egész jelenségnek a sokszínűségét nagyon jól bizonyítja. Tehát kik a mongolok? Manapság ugye, szintén összefoglaló elnevezés, de a mongol köztársaság legfőbb nemzetisége, akik a nyelvet, a tulajdonképpeni, néha tulajdonképpeni mongolnak nevezett nyelvet is adják, az a halha. De nevezhető halha mongolnak. A Bajkáltó környékén burjátok élnek, de nevezhetjük burját mongoloknak. A belső mongóliai, a Kínához tartozó belső mongóliai területeken csaharok, horcsinok, dzsarutok, és még sorolhatnám, hogy hány etnonímával jelzett népcsoport él. Az összefoglaló neve mongol, vagy pedig hozzátehető úgy, hogy én ojrát mongol vagyok. A keresztény értelmezésbe hogy kerül bele a tatár? Amikor a Borjigid törzs felemelkedett és létrehozta törzsszövetségét, ez a mongolok titkos történetében a kortárs forrás, mely a birodalom kialakulásával egy időben keletkezett. Történet egy kicsit kalandos, de erre most nincs időm kitérni, erről már beszéltek mások is, meg lehet még erre visszatérni, hogyha a tisztelt szervezők esetleg erről a témáról szeretnének majd még egy más szempontú előadást valamelyik kollégától. Mellettük, tehát a Borjigid mellett él a tatár, szintén a korszaknak, tehát a 12. század vége, 13. század elejének egy igen erős, és a sztyeppei hatalomért hát méltán ringbe szálló csoportról van szó. Ez a Borjigid és tatár ellenségeskedés egyébként nagyon fontos, és meghatározza a további történetet. Viszont a Európában ismert forrásokban a mongol, vagy ennek a mogol, vagy mol, moal formák nagyon kevésszer fordulnak elő, és az egész hagyományt uralja a tatár. Többféle magyarázat létezik rá. Az egyik népszerű az, hogy a tartarosz, tartarusz, miként a feltűnő, keletről feltűnő erős és veszélyes nomád nép elnevezése kapcsolódik a pokol megnevezéséhez, tehát Tartaroszhoz, és ez adódott egy ilyen analógiás összevetés. Vannak olyan elméletek, amelyeket hát számos kollégám feldolgozott már, hogy a tatárokat beosztották a győztes törzsszövetségben, amikor a Borjigid végül is egyesítette a sztyeppét, és hogy egy legitimációs történet lenne a háttérben, azaz, hogy a tatár mielőtt a Borjigid, azaz Genghis nemzetsége hatalomra kerül, erősebb volt, és hogy ezzel legitimálnak. Én most nem szeretném ezeket az elméleteket semmilyen szempontból értékelni, csak gondoltam, hogy amik esetleg nem hangzottak el, azzal megismertetem a tisztelt jelenlevőket.
Vagy pedig egy olyan elmélet is volt, hogy amit látunk majd az európai hadjárat során is, hogy a meghódított népeket előrsbe teszik, elől vannak, és hogy emiatt lett volna végül is a tatár inkább elterjedt. Nos, tehát az biztos, hogy az önelnevezés az mongol, és a tatár az pedig egy külső névhasználat. És akkor most a népmondák motívumairól szeretnék néhány tipológiát mondani, néhány tipológiát bemutatni. Elsősorban azokat, amelyeket a saját témámhoz kiválasztottam. Ez nem a teljes, nem öleli föl a teljes motívum kincset természetesen. Az egyik a hősi ellenállás, hiszen ennek elég sokféle megjelenése van, és érthető módon egy megtámadott nép a saját sorsát a néphagyományban talán így is megpróbálja egy kicsit megváltoztatni, vagy pedig az identitását erősíteni. Helyi identitásról, vagy esetleg nagyobb területi identitásról beszélek. Tehát az egyik az, hogy a helyi lakosok elrejtőznek a mocsárban, és így elkerülik az ellenséges mészárlást. Az ellenséget különböző módokon félrevezetik, például egyébként a mongolok által is használt taktikával, hogy tök fejű, azaz tökből készített fej, és egy karóra tűzve, embernek beöltöztetve fölállítanak egy ilyen katonákat, vagy pedig az emberek tömegét demonstrálják. Az ellenség lovait megsebzik, nomád taktikáról van szó, tehát a lovaknak az életereje, egészsége kiemelten fontos, hogy sárba vagy vizenyős területekre cserépedényt rejtenek, és ebbe a lovak lába besüllyedve megsebződik. Nagyon izgalmas motívum az óriás kalácsnak a sütése, ezt templomra vagy várfalra teszik ki. A szüzsé szerint általában az utolsó maradék lisztecskét is összekaparva, ezzel mintegy azt demonstrálva, hogy a megtámadott vár, ennek is van ugye nagyon fontos történeti aspektusa, lakóinak ételbősége van, és hogy ettől az ellenség meghátrál. Gyakori a kivételes, az adott területet védő hős, még gyakrabban hősnő, aki segít összefogni a falusiakat, a helyieket, és lemészárolják, vagy az összes betörő ellenséget, vagy a legutolsót, aki mondjuk egy házból megy ki, amit éppen kiraboltak. A hősnőhöz gyakran kapcsolódnak táltosasszony képzetek, tehát transzcendens hatalmakkal is kapcsolatot tud teremteni, gyakori elem, hogy várandós, sőt, ikreket szül a csata után. Még nagyon fontos, hogy nevesített hősök, mint ahogy Nyárád Marósnak mai ábrázolással bemutatva, Katica nevű leányzója, aki hát itt egy tatárral éppen végez. Mai ábrázolás, és itt szeretném kiemelni, hogy nagyon izgalmas forrás, tisztelettel ajánlom a figyelmükbe, figyelmetekbe, azok a honlapok, amelyek turisztikai látványosságokat ajánlanak, például Erdélyben. Ezekhez kapcsolódóan ugyanis számos ismert, és talán kevésbé ismert motívumú monda és szüzsé is feltűnik. És hát a mai ábrázolásokat láthatjuk, ami szintén egy fontos eleme a hagyományőrzésnek. A kettes számú tipológiám, ami a címben is megjelölt témához közelít, milyen az ellenség morfológiája, hogy néz ki, milyen a taktikája. Hát ugye a kutyafejű, illetve a rossz kinézetű az első helyen szerepel. A taktikájára, illetve a kegyetlenség bemutatására nagyon gyakran mutatják be, hogy elsősorban nőket zsákmányol. Van egy sajátos motívum, aminek én egy japán párhuzamát láttam, tehát bizonyos motívumok előfordulhatnak keleten, de van, ami nagyon jellegzetesen európai. Ennek a kutatása természetesen a jövőnek a feladata. Tehát az, hogy az elfogott nőket a mellükön keresztül fűzött láncon vezetik. Itt jelenik meg az emberevés természetesen, és itt is elsősorban nőket, gyerekeket esznek. A Grimm meséből ismert Jancsi és Juliska történetéből, de természetesen más mesék motívumai között is megtalálható,
motivum itt is megjelenik, hogy felhízlalják Dióbélen először az ellenséget, bocsánat, az elfogott rabot, tehát a mongolok szempontjából ellenséget, és úgy fogyasztják el. Egy nagyon jellegzetes és számos folklorista által feldolgozott motivum az ellenség taktikájára, ami hát úgy gondolom, hogy én az orosz hagyományt néztem részletesebben, de meg kell nézni más a mongol járás sújtotta területek motivumait, hogy ez megtalálható-e. Ez a katipanni gyertek elő, elmentek a tatárok. Azaz olyan ismert neveket kiabálnak, gyakran magyar ruhába öltözött mongolok vagy tatárok, tehát itt azért gyanús, hogy ez egy későbbi elem, tehát ez nem biztos, hogy van rá alapom, hogy egészen a 13. századig visszavezethessük. Minden esetre ez egy nagyon érdekes és egy elég sajátos és ravasz taktikáját mutatja be a néphagyományban a mongoloknak. Megjelenik egy olyan is, mint a Rogerius mester által pontosan adatolt Béla király ellopott pecsétjének a felhasználása, hát ebben szintén a későbbi az írástudónak a műveltségének a hatását látom, legalábbis én. És akkor a címre visszatérve, a kutyafejűségnek a rendszere, és erről Uhrin Dorottya tanulmányát ajánlom, 2017-es, ami összefoglalja a korábbi tanulmányokat, illetve hát kitér ennek a nemzetköziségére is, hiszen ez egy Eurázsia szerte nagyon elterjedt jelenség. A Nürnbergi kódexből idézek, tehát 15-17. Századi néhány példát mutatok be. A PPT-n végén megtalálható valamennyi ábrának is a hivatkozása. Ez ismert volt, és nem okvetlenül egy negatív tulajdonság az, hogy ez egy népcsoport, a kutyafejűek. És megmutatnám a következő képemet is, ahol néhány további tanulmányt is ajánlok. A jobb oldali az különösen izgalmas, és rávilágít, hogy milyen ősinek tekinthető, vagy legalábbis egy elég régi eseménysorhoz kapcsolva legitimált ez az egész történet, ez pedig nem más, mint a Bibliából ismert Gog és Magog szüzséknek egy változata. A jobb oldali képen Nagy Sándor megküzd a kutyafejűekkel, és egy fallal lezárja. Egyébként mind a mongol saját mondakincsben, vagy mítoszkincsben, mint pedig a mongolokról szóló mítikus elemekben megjelenik ez a fal mögül kitörő ellenség, és ennek az apokaliptikus hatása az európai, illetve keresztény civilizációra. Ez eléggé jól adatolt. Hogyha pedig a tisztelt hallgatók kíváncsiak a kutya és általában a kannidé mítikus szerepére, itt két tanulmányomat ajánlom, az egyik az áttekinti a kannidé típusú, főleg a farkasra koncentrálva ősöket, a másik a róka álcája mögé bújva szintén valamennyi, tehát a kutya, róka és a farkas jelenséget a hagyományos hiedelemvilágban és a buddhizált népvallásban. És Matthäus Parisiensis-től véve a Krónika Major, tehát ez a híres és a mongolokat sokoldalúan, de számos mitológiai és legendás elemmel vegyítve bemutató művében az emberevő, az antropofágusz mongolok ábrázolása. De napjainkban is ezt, ha ismételten például az erdélyi honlapokat megnézzük, és egy-egy a tatárokhoz, mongolokhoz köthető mondát mutat be, akkor találkozunk ilyen ábrázolásokkal, mely a tatárok kegyetlenségét és ezt a bizonyos pontot, hogy elsősorban nőket rabolnak, és velük kegyetlenkednek, ezt a pontot mutatja be. Hát a viselet az inkább egy jóval későbbi tatárjárásra utalhat, úgy gondolom. A harmadik tipológiai típusom, ez a toponímia. Erről gondolom sokan hallottak, sokan tudnak. Természeti vagy emberalkotta tereptárgyakhoz kötődnek olyan
ajtiológiai történetek, olyan eredetmagyarázó történetek, amelyekben a nevükben is megtalálható, benne van egy-egy olyan jelzés, mint a testhalom, őrfa, tatárvágat, tatárlik, mindjárt bemutatok néhány képet is erről, ami vagy a későbbi tatárjárásokhoz, vagy egyes esetekben, és itt szeretnék egy részletre majd, itt szeretném egy részletre majd felhívni a figyelmüket, talán a 13. századig is visszavezethető hagyománynak egy továbbélése, vagy újraéledése a későbbi, tehát a 16-tól 18. századig tartó tatárjárásokhoz kötődően. Azt hiszem, ez nem szorul magyarázatra, hogy a testhalom az a mongol taktika, az őrhalom és őrfa pedig a helyiek védekezési technikáját mutatja be. Egyik nagyon kedves, és azt hiszem, hogy a nevében és a hagyományában a tatárjárásokhoz visszavezethető nevet viselő község, valamint a számos természeti képződmény közül az egyik, amit tatárliknak, ez a Balaton környékén készült, hivatkozása az előadás végén megtalálható, tehát a tatárliknak nevezett természeti képződmények. A tipológia negyedik része, amelyről most nem beszélek, csak hogy teljessé téve azt a képet, hogy milyen típusú és milyen tematikájú mondákat vizsgálunk, akár a projektben, vagy akár én a saját témáimhoz, ez a tatárjárás utáni következmények. Itt ki is emeltem, hogy ez talán vélhetően nem a 13. századhoz kapcsolódik, és olyan elemeket tartalmaz, mint hogy egy sérült tatár ott marad a faluban, letelepszik, bár ilyen adatokat azért, vagy ilyen utalásokat szerintem talán még Rogerius kapcsán is kinyerhetünk, hogyha az adatokat úgy értelmezzük. Most ezek a családok számon tartják a származásukat, hogy tatárősük van. A másik fontos motívum egy visszatérő rab, akit az anyja felismer, egészen különleges történetben vannak ágyazva ezek a szüzsék. Nagyon érdekes a kincsét elrejtő, tehát az összerabolt kincset egy csata miatt magával vinni nem tudó tatár, akit megölnek a csatákban, és az ő lelke, a lelkéből lett szellem, vagyis kísértett, vigyázza azt a környéket, ahol ott van a kincs. Ez kapcsolódik a magyar lidérc történetekhez természetesen, az ott tapasztalható jelenségek. Itt pedig Barta Zsolt tanulmányát ajánlanám, aki terepmunkájára alapozva adta ki a kincsőrző tatár alakja a Bodrog közben. Ezt 2008-ban jelentettük meg. És akkor most egy esettanulmány, egy összevetés Rogerius adata és a szájhagyomány között. Tehát a Carmen Miserabilében itt szövegeket nem hoztam, csak a legfőbb motivumokat emeltem ki, hogy mi azonos, mi változik. Tehát a bujkálás, illetve a mongolok kicselezése. Rogerius saját bőrén tapasztalva és saját maga által végigélve, ugye hol mocsárban, hol erdőben próbált bujdokolni, amikor végül is meg tudott szökni a mongolok fogságából. A mondákban ez a mocsárba, illetve erdőben való elbújás megjelenik, ezzel és az ellenség kicselezése, amit említettem, tehát a tökből faragott fejű katonák, vagy embereknek a sokaságát állítják fel, az elrejtett cserépkorsók, ami ehhez a motívumhoz kapcsolódik. Tehát a Rogeriusnál leírt elem a mondákban tovább él, tehát úgy gondolom, hogy ez az elem, vagy legalábbis ennek egy magva a 13. századig visszavezethető. Itt azért van még egy dolog, hogy mint például nagyon sokan, akik a mongolok taktikájával foglalkoztak, legutóbb például Csiki Gergely a hadtörténeti
közleményekben is megírta, hogy a mongoloknak volt ez a kivárás taktikájuk, hogy elmentek és vártak eléggé türelmesen, amíg előjöttek az elrejtőzött emberek. Most a kegyetlenség, tehát itt már szeretnék közelíteni újra a címben megjelöltekhez. Carmen Miserabile azt írja, hogy bárkit elrabolnak, tekintet nélkül arra, hogy férfi, nő, gyermek, öreg, és a rabok egy részével, mint ahogy Rogerius szemléletesen, szemtanúként leírja, valóban nagyon kegyetlenül bánnak. De itt jön be az az aspektus, az a része a dolognak, hogy a mongoloknak szükségük van a túlélőkre, hiszen egyrészt a haditaktikában is benne van, hogy a túlélőkkel építetnek sáncot, a túlélőket terelik az első sorba hadmozdulatokkor, stb. Stb. Tehát, és egy részét pedig ugye a birodalmi központba viszik, ahol szükség van. Ezt jól tudjuk, pláne Carpini rubrik jelentéseiből, hogy szükség van a jó mesteremberekre, akik a nagy mongol birodalom központjában, Karakorumban kerülnek letelepítésre. Egyébként túlélők, azon kívül, hogy nem mindenkit mészárolnak le, tehát itt van egy hiperbolikus túlzás, meg is lehet szökni a rabságból, fortéllyal, szerencsével, mint ahogy ezt Rogerius mester sorsa is bizonyítja. A mondákban ezzel szemben, a legtöbb mondában elhajtanak embereket, nemre és korra való tekintet nélkül, de mégis a leghangsúlyosabb, hogy nőket rabolnak, akiket válogatott kegyetlenséggel bántalmaznak, és ehhez kapcsolódik inkább az emberevés is, a nők vagy a gyermekek elfogyasztása. Egyébként erről, hogyha lesz kérdés, vagy az előadás végén szívesen ejtenék majd egy-két szót, hogy a mongolok ételtisztelete, illetve az étkezési szokások, amik már a 13. századtól adatoltak a kínai forrásokban, mint a Menta Beilu, vagy az európai utazóknál, azért nagyon nem enged meg egy ilyen jellegű étkezést. Ez a természetesen a hadi propagandának a része. Nos, a taktikához még az elbújnak és kivárnak, amit említettem is, amíg a helyiek előmerészkednek, és Béla pecsétjének az elrablását is részletesen megtudhatjuk a korabeli forrásokból, amelyet arra használtak a mongolok, hogy hamisítottak, ez nem olyan szép szó, elnézést kérek, tehát, hogy írtak, hát, de végül is tulajdonképpen erről van szó, olyan rendeleteket, amelyre a helyi lakosok előmerészkedtek. És ez megjelenik véleményem szerint a későbbi szájhagyományban. Viszont amit említettem, itt a katipanni gyertek elő motívum, ami végül is az elbújás, kivárás és egy a helyiek számára végül is vesztes helyzetet létrehozó, vesztes pozíciót eredményező taktika. És a toponímia. Rogerius megnevez olyan helyeket, mint a barlangok, az erdők, a mocsarak, olyan természeti képződményeket, ahol a helyiek elbújnak, elbújtak, és egy részük túlélt, más részük túl korán merészkedett elő. Erről elég részletes adatai vannak, és itt felteszem azt a hipotézist, vagy talán ezeknek a helyneveknek egy része, amit korábban is bemutattam, talán egy a kései tatárjárásokhoz képest, korábbi időszakhoz kapcsolható. Ehhez persze, ha csak el nem vesztek, a levéltári adatok, további kutatások szükségesek. És akkor a záró diáim jönnek, tehát a megfélemlítés taktikáját szeretném bemutatni, és összegezni, hogy mik ezek a források, és milyen megközelítést ajánlok a vizsgálatukra. Tehát a szemtanú, valamint az európai közvélemény azonosságai és különbségei. A sztereotípiák továbbélése,
mint a Gog és Magog történet, vagy a keletről érkező, a pokol küldöttei apokaliptikus jelenséget hoznak magukkal, és jelentenek az európai kereszténységre, és hát nyilván Rogerius ezt nem tagadja, tehát elég kilátástalan volt akkor a helyzet, de ez végül is Magyarországon, mint ezt köztudott, egy év alatt elvonult. Tehát a sztereotípiák túlzásaihoz képest Rogerius egyfajta visszafogottabb valóságot mutat be. A szemtanú és a szájhagyomány adatai közötti különbség, amit itt most végigvezettem a motivumok során, hogy a hiperbolikus túlzások, melyek egy-egy mondában megjelennek, akár egy-egy rövid közlésben is, a kíméletlen és mindenkinek az elpusztítása, ezt ugye árnyalni kell azzal, hogy a foglyok ejtése nagyon fontos. Végül is a fantázia is kiszínezi ezeket a történeteket, és mesei elemeket is bevonlást, az elfogott rabok dióbélen való felhízlalása. De több mást is lehetne említeni. Mi volt a mongol hadvezetés célja? Ez teljesen egyértelmű, hogy a félelemkeltés hozzátartozott a haditaktikához. Lásd az eléggé jól adatolt közép-ázsiai hadjárat, ami gyakorlatilag az első ilyen, úgy gondolom, ami Európába is eljuthatott különböző csatornákon, tehát ott volt egy ilyen megfélemlítő része is a támadásnak. Persze a bosszú hadjáratnak és ugye a történelmi háttér ismeretében fel lehet fogni a közép-ázsiai városok elpusztítását. Viszont felhívnám arra a figyelmet, hogy a teljes népirtás helyett a foglyok ejtése és a birodalmi központokba juttatása mellett a területek bizonyos mértékű megkímélése is cél, bár a haditaktikák, és ezt például Csiki Gerge is kiemeli legutóbbi tanulmányában, hogy az ilyen felperzselt föld taktika azért fontos volt, hogy a helyiek ne jussanak utánpótláshoz. Viszont a meghódított területeken a mongolok berendezkedtek, és hosszú távra terveztek berendezkedni, és ehhez szükség volt az adott területnek a lakosságára, a nem teljes pusztává tételére, illetve a később bevezetett Pax Mongolica idején, tehát a nagy mongol birodalom esetében, amikor kiépítik orosz források, tibeti források, azt hiszem, hogy csak ezt a kettőt említsem, nagyon jól és ékesen bizonyítják, hogy hogy építették ki a meghódított terület betagosítását a birodalomba. És akkor a megfélemlítés taktikája, ez Johannes Zsizov nagyon izgalmas, tudom, hogy mások is dolgoztak ezzel a témával. Az ő pontjai és azok az az elmélet, amit felvezet, nekem eléggé megtetszett, és e köré próbálok építeni most éppen egy tanulmány. Tehát, hogyha ezt pontról pontra szeretné a tisztelt hallgatóság végignézni, végigvezetni, akkor ezt a tanulmányt ajánlom. Ez fent van a neten is egyébként. Megadtam az egyik elérhetőségét, de több helyen is megtalálható. És akkor az ő eredményeit is, és az én újonnan bevont anyagaimat összegezve, a mongol hadi propaganda elemei ugye valós és mítikus elemeket is tartalmaztak. Az Európában a nomádokról, az időről időre megjelenő nomádokról élő hagyomány, amit írott források és szájhagyomány is megőrzött, olyan sztereotípiák maradtak fenn, amik a mongolokhoz is kapcsolódtak, és ez is elősegítette végül is a mongolok megfélemlítő taktikájának a sikerét. Ugye kialakult egy határozott, jól körvonalazható ellenségkép,
ugye kutyafejű, emberevő, végletekig kegyetlen. De azzal zárnám, hogy minden mögött az esetek nagy többségében egy nagyon fegyelmezett és jól működő hadigépezet és államszervezet állt. Bocsánat, ez véletlenül maradt benne. És itt a képeimnek a forrása. Remélem, hogy valamennyit sikerült felraknom, mert egyre kisebb és kisebb betűtípusra vettem, hogy ha a tisztelt hallgatók érdeklődnek iránta, azért a legtöbbet megtalálják. És akkor hát ezzel a két képpel megköszönném a figyelmet. Jobb oldalt ugye a hadifoglyok elhajtása és a rablott jószág elhajtása látható. Ez a túróciklónikához kapcsolódó ábra természetesen már egy később feltűnő, egy másik ellenségnek a képét is rárajzolja. És hát a baloldali pedig a már látott napjainkig élő hagyomány, a hagyománynak a fenntartása, a hagyománynak akár turisztikai célú felhasználása is, és ennek egy mai megjelenítése. És akkor még egyszer köszönöm a figyelmet, és ha vannak kérdések, szívesen válaszolok, amennyiben tudok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadást. Azt hiszem, nem vagyok egyedül a jelenlévők között, akik azt gondolom, hogy a mongolok európai szerepének az egyik legérdekesebb, vagy egy nagyon érdekes aspektusa az utóélet, az emlékezet kérdése, az emlékezet különböző vetületeinek, szintjeinek az összehasonlítása, és itt ezzel az előadással olyan elemekről hallottunk, ami még itt ebben az előadássorozatban nem hangzott el, és egy ilyen összefoglaló áttekintés, ez mindenképpen nagyon hasznos, hogy kontextusba tudjuk helyezni az egészet, úgyhogy nagyon köszönjük az előadást, és ha már az előadó is felajánlotta a lehetőséget, akkor szeretném megkérdezni a közönséget, hogy kinek lenne esetleg kérdése, hozzászólása, akár nyugodtan kezdje el, aki gondolja, vagy a jelentkezés ikonnal is jelezheti a szándékát. Tanár úr, én ezeket nem látom egyébként a jelentkezés. Jó, én próbálom majd, ha... Nem pedig, ha esetleg valaki írásban kérdezne. Ha látok ilyet, és igen. Azért nem kapcsoltam még ki a PPT-met, mert hát, ha valakinek lesz kérdése egy korábbi diához kapcsolódóan, tehát, hogy akkor visszamehessünk. Helyes, köszönöm szépen. Jóska, te jelentkeztél, vagy az tapsolás igen, volt? Igen, jelentkeztem. Jó. Igen. Akkor tiéd a szó. Nagyon szépen köszönjük ezt a szerintem nagyon fontos előadást, mert már sok szó esett régészetről, meg történelemről, meg minden egyebről, de hogy ezek az egyéb aspektusok is de bekerülnek. Nekem igazából inkább hozzászólásom lenne. Az egyik ez a területnek a megkímélése. Tehát, hogy egyrészt ez a borzasztó pusztítás, másrészt a terület megkímélése, ez mindig ilyen ellentmondásos a szakirodalomban, és én azt gondolom, hogy mind a kettő együtt, valóban együtt jelentkezik. Egyrészt az újabb orosz régészeti szakirodalomban elég sokat írnak erről, ami arról szól, hogy a nagy központoknál, tehát ugye az adminisztratív központokban, meg az uralkodó rétegnél egy igen súlyos pusztítás következett be, de ugyanakkor a falusi településeken, ha nem volt rá szükség, akkor egyáltalán nem történt ez a pusztítás. És ez a magyar tatárjárás történetében azért olyan kevésbé előkerülő dolog, éppen az utóbbi időben is felfigyeltünk rá, hogy például Észak-Kelet-Magyarország vonatkozásában úgy tűnik, hogy ott egy
kisebb pusztítással számolhatunk, ennek forrás alapja is van, tehát hogy ez még a Muhi csatát megelőző időszakot jelenti, és valóban ennek a nyomai vannak. Tehát én azt mondom, hogy ez részben megint régészeti adatok, de részben az emlegetett források egy része. A másik megjegyzésem ez a különböző helynevek, és ezek kapcsán ez a tatárlik, és ehhez hasonló helyek, amelyekre én azt tudom mondani, hogy hosszú ideig ezekről, hát akár régészként, vagy helytörténészként azt mondták az emberek, hogy hát ezek ilyen mese történetek, hogy persze, hát vannak barlangok, meg ilyen lyukak, és azokba hát persze, hát el lehet bújni, de hát ez nem biztos, hogy annyira így van. És egyre több területről vannak jó kutatások. A közelmúltban jelent meg egy nagyon érdekes munka, ami Kánémet Andrásnak, aki régész, és Máté Gábor, aki néprajzosnak a munkája, és Tolna megyével foglalkoztak, és van egy külön rész, ami ezeknek az úgynevezett búvólikaknak a kutatásával foglalkozik, és ott régészeti anyag alapján is lehet igen bizonyítani, hogy különböző időszakokban, ezek a legkülönfélébb évszázadban lehettek, ezeket valamiféle, tehát ezekben nem lehet élni, ezek nem tartós élésre alkalmas helyek, de hogy az ott néhány leletanyag vagy előkerült dolog alapján valószínűleg ilyen célokra használhatták. Hát, hogy most éppen tatárliknak nevezik, az egy másik rétege, de hogy ez egy létező dolog, és más területen is előkerült, tehát ez megint egy jó megerősítés ennek a dolognak. A harmadik az egy dilemma, hogy igen, hát ez a testhalom, ez egy több helyen előforduló dolog, és hát a legizgalmasabb testhalom az ugye Muhinál van, és nem véletlenül már a 19. században kitalálták kutatók, hogy hát ott kéne ásni, mert hát az azért testhalom, mert oda temethették el a leölt magyar hősöknek a maradványait. Hát egyelőre ennek semmi nyoma nincs, tehát ez egy bronzkori település halom, amit biztosan lehet mondani róla, de eddig igazából onnan semmiféle tatárjáráskori dolog nem került elő, tehát hogy ez meg a nehézsége annak, hogy mi mindent lehet ezekkel a helynevekkel csinálni. Úgyhogy nekem ezek a megjegyzéseim lennének, de mondom, nagyon izgalmas, hogy ennyi sok más szempontot is be tudunk hozni a kutatásba. Nagyon szépen köszönöm. Érdekelnének a szakirodalmak, amiket említettél, hogy ez az orosz is, tehát hogyha neked ez megvan és elérhető valami PDF vagy bármilyen formában, meg a Kánémet András féle búvólikak, és hát különösen azért, mert Tolna megyei vagyok, és hát ez most felcsillant a szemem, hogy ne adj Isten, esetleg ott, ahol laktam, megjártam, esetleg előfordult, hogy a kollégák találtak egy-két ilyet. Erre különösen lecsapnék, hogyha ebből van, tanár úr, neked egy példányod, vagy valahogy elérhető, amikor éppen nem lehet könyvtározni, vagy legalábbis nem mindenkinek. Köszönöm szépen. Ez az Észak-Kelet-Magyarország kisebb pusztítás, ez is érdekes, tehát ez erre lehet, hogy még visszatérnék annak a összefüggésében, hogy megnézni a konkrét mondaanyagot mondjuk onnan. De lehet, hogy az persze későbbi és a későbbi tatárjárásokhoz kapcsolódóan kerül elő, de azért ez is egy izgalmas anyag. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Köszönjük szépen, kérdezem, hogy más esetleg kérdés, hozzászólás, észrevétel. Én most nem látok más jelentkezőt, de ha véletlenül valakinek a szándékát nem venném észre, akkor kérem, hogy mondja az illető.
Én még csak Nem egy... hallható, ugye? Ki nem hallható? Kérdezem, hogy ha megszólalok, hallható-e, mert én nagyon Hallható, rémülök. igen. Igen, Töltösi Magda vagyok én, egy gyakorlati kérdésem lenne így a sír szélén állva, mert régóta nyugdíjban vagyok. Hogyan lehetne egy ilyen nagyszerű előadást történelemtanárok továbbképzésére bevinni? Hogyan lehetne az ilyen például, amit most Ági elmondott, mondjuk azoknak, akik történelem szakos hallgatói az ELTE-nek, és ott egy igencsak sajátos a történelem tárgyaknak is tehát a korszakoknak a felvétele, én csak döbbenten nézem, kicsit belelátok, hogy hogy lehetne ezt összekapcsolni, mert ez rendkívül fontos lenne, hiszen kijön az új tanterv, és az kevés, eléggé megnyírta, ha végignézem 5-től 12-ig a magyar történelmet, és hogyan lehetne pontosan az ilyen tanár továbbképzéshez bevíve esetleg élőbbé tenni a történelem tanítást. Fel kell tenni a gyerekek figyelmét. Ami nagyon fontos lenne. Én nem tudom most például hány történelem szakos tudná ezt nézni, hiszen időben elérhető, mert egyszerűen jó esik az embernek, akkor is, ha én már nem tudom felhasználni. De én ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy aki azt megteheti, és módja van arra, hogy ilyen szervezzen, hogy ez szervezhető legyen. Hát én nem tudom, hogy nekem kell ezt megválaszolni, lehet, hogy Nagy Balázs tanár úrnak, Magdi, hogy... Igen, hát azért kérdezem, nem tudom, én csak vendégként csöppentem ide, és köszönöm, fent hogy vannak a megnézhetem, neten, mert hát nekem élvezet volt ezt hallgatni. Fent vannak És a nagyon neten sok új szöveg. Is volt benne, régi ismereteket is egy kicsit elrendezte bennem, szóval nagyon jó volt. De ez másoknak kellene, akik még benne vannak a szakmában, a hivatásban. Köszönjük a hozzászólást. Nyilvánvalóan az egy nagyon összetett folyamat, vagy összetett sok lépés kell ahhoz, hogy ezt a kívánt eredményt elérjük, hogy ez eljusson iskolákba, tanárokon keresztül az iskolákba is. Erre annyit tudok mondani, hogy egyrészt ezek az előadások és az összes többi, és most, hogy az előadásban Virtan Ágnes megemlítette, megnéztem, 2019. februárjában volt az első előadás, és ez a 20., tehát 20 magyar nyelvű előadás ebben a sorozatban a YouTube-on érdeklődőknek, tanároknak, tanulóknak elérhető. Van, amelyiknek gyengébb a hangminősége, de igyekszünk ezen javítani. Másrészt, és nyilvánvalóan ezzel a problémával, hogy mi is szembesülünk, hogy ezeket az információkat hogyan lehet átadni a szűkebb szakmai körön kívül többek számára. Most például Laszlovszky Józseffel együtt több kurzust is tartottunk erről, magyarul és angolul, és azt kell mondanom, hogy a ELTE-n pont ebben a témában tartott előadásunk szerencsére elég sok hallgató érdeklődését fölkeltette. Ukrin Dorottya kolléganőm, aki szintén itt van a program egyik résztvevője, szintén szokott ebben a témában előadás, kurzusokat tartani történelem szakos hallgatók számára, tehát egyrészt igyekszünk ezt megtenni, másrészt, és ha ez így szóba került, akkor megemlítem, hogy egy online elérhető folyóirat, újság, nem tudom minek nevezzem, a 24.hu a egyik újságírója most rendszeresen közöl ezzel a témával kapcsolatos cikkeket. Ezek nem nagyon, ezek a nagy közönségnek szóló írások. Elmúlt hétvégén talán a közelmúltban került föl erre a fórumra Laszlovszky József felkészült interjú beszélgetés alapján egy interjú, ami meglehetősen nagy
sikert aratott, nagyon sok letöltése volt, hamarosan továbbiak következnek, rögtön ide a chat fórumba ezeknek az elérhetőségét föl fogom tenni, tehát ez egy hosszú folyamat, de legalábbis én azt remélem, hogy mi a magunk részéről, ha a célt elérni nem is tudjuk, de tisztában vagyunk ezzel a kihívással, és azért teszünk az ügy érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás esetleg még a jelenlévők. Ukrin Dorottya már föl is rakta a chat fórumba a legutóbbi beszélgetést. Én is összegyűjtöttem párat, és ezeket szintén szívesen megosztom. Szerintem ezek olyanok, amiket érdemes a mindenkinek követnie, akit érdekel ez a téma.